Megújult a közmédia időjárás jelentése. Ahogy azt már kora reggeltől láthatták, mától új stúdióban egészen elképesztő látványelemekkel jelentkeznek meteorológusaink. Óránként friss időjárási adatokat mutatnak a világ bármely pontjáról, és alkalomattán egy-egy eseményhez kapcsolódóan igyekeznek bővebb információkkal is szolgálni. Mindezt egy új, Magyarországon egyedülálló virtuális térben. Ahogy 1848. március 15-én borús volt a reggel, úgy lesz ez ma is. Így indult ma reggel a közmédia megújult időjárás jelentése. Új stúdió, elképesztően látványos animációk, grafikák és térképek. Mától ezekkel várják a nézőket az M1 meteorológusai. Az M1 stábja ott volt az utolsó próbákon, ahol a közmédia meteorológusai Tóth Tamás és Molnár Csilla mutatták meg az új stúdió kulisszatitkait. Megpróbáljuk tényleg érdekességekkel is feldobni az időjárás jelentéseinket, mindig plusz információkat adni. Nem is biztos, hogy ez az időjárással párhuzamba hozható, de azért megpróbáljuk a lehetetlent. Szerintem lehet informálódni, a mindennapokra próbálunk felkészülni, és tényleg bemutatni azt, amit csak lehet. Lehet eső, hó, vagy akár orkán erejű szél is. A közmédia megújult időjárás jelentéseiben minden szinte élethűen láthatnak a nézők. Mindezt valós időben, folyamatosan változó élőképekkel és friss adatokkal. Láthatják itt a számértékeket. Az elmúlt fél évben egy 50 fős stáb dolgozott azon, hogy Magyarországon elsőként létrehozza a világszerte is ritkaságnak számító stúdióképet, amiben háromdimenziós grafikai elemekkel, animációkkal és effektek segítségével igyekeznek minél élethűbbé tenni a virtuális teret. Hát ha eddig fél szemmel, vagy éppen fél füllel követtük az időjárás jelentéseket, vagy követték a kedves nézők, akkor szerintem innentől kezdve mindenkinek tágra nyílik majd a szeme. A grafikai látvány szerintem hosszú heteken és hónapokon keresztül is újabb és újabb többletet ad majd a nézőknek, illetve akik bennünket követnek majd itt az időjárás jelentésekben napról napra, tehát teljes megújult tartalommal jelentkezünk. A nézők mától ugyanis nem csak az óránként frissülő adatokról tájékozódhatnak a közmédia csatornáin, de meteorológusaink mindig napra kész érdekességekkel szolgálnak a világ eseményeiről is.